Meredek helyzetek, pillanatok, melyekben az élet egy hajszálon múlhat. Rettenetes volt, az ember a legrosszabbtól tart. Egy másodperc, melyben ki tudja, mi történhet. Nagyon nehéz lélegezni. Túlélés vagy katasztrófa kérdése? Tudtam, hogy fogytán az időm. Mi kell? Ezek az emberek megjárták a poklot és túlélték. Azt hittem, meghalt a nővérem. Egy nap, melyet sose felejtenek el, hisz túléltek egy meredek helyzetet. Tilly 13 éves, Harwichban él. Mikor nem iskolában van, idejét szereti barátaival tölteni. Sokat megyünk biciklizni. Van egy kávézó a városban. Oda szoktunk menni turmixozni. Szeretek új dolgokat kipróbálni. Nagyrészt apjával, Peterrel él, mivel szülei néhány éve különváltak. Ők viszont közel állnak egymáshoz. Nagyon kedves, törődő gyerek. Megvannak a dolgai, eléggé rossz csont, de nem rossz gyerek. Tilly legjobb barátnője Tia. Rögtön barátok lettek, mikor találkoztak az iskolában néhány évvel ezelőtt. Tilly bátor lány, nagyon bátor, magabiztos. Tia, kicsit felkockáztatni. Tilly önbizalmának azonban meglátszik a nyoma Tián. Néha úgy vagyok vele, hogy ja, miért ne? Egyszer élünk, nem? Tiának van egy öccse, Callum, aki gyakran csatlakozik a lányokhoz. Van, amikor megvagyunk, van, amikor veszekszünk, de ilyenek a testvérek, nem? Tilly apja is buzdítja lányát, hogy kalandozzon. Inkább mászkáljon, mint hogy a telefonján lógjon, ezért támogatom. Menjen csak csinálni mindenfélét, mint ahogy mi is gyerekkorunkban. Ha késni fog, akkor ír és szól. Mindig tudatja velem, aminek örülök. Egy délután azonban Peter egyre jobban aggódik, mert az akkor 12 éves Tilly nem jelentkezik egyáltalán, és nyoma vész legjobb barátaival együtt. Napos márciusi délutánban lassan vége Tilly és Tia utolsó órájának. Arról beszéltünk, hogy el kéne menni suli után valahova, mert jó idő van. Csak el akartunk menni valahova szórakozni egy jót. Úgy döntenek, elmennek a 8 kilométerre lévő Rebnesbe, kötélhintázni a tengerparton. Tilly volt már ott, de apjának azt mondja, a helyi parkba mennek. Tudtam, hogy apa nem engedne el. Mondtam, hogy oké. Megkérdeztem, nem kell-e pénz, ha szomjas lenne, mert biztosra mentem, hogy van nála telefon. Mondtam, hogy szeretem, és indultunk. Elmennek Kelömért, aki nagymamájánál van. Tia kérdezte, akarok-e menni hintázni. Mondtam, persze, miért ne? A Harwichi vasútállomáson egy másik barátnőjükkel felszállnak a Rebnesi vonatra. Tilly az apjától kapott pénzből veszi meg a jegyét. Láttam, hogy a jegy csak odaszól. Mondom... Hogy jutunk vissza? De úgy voltunk vele, majd később kitaláljuk. Ezért a hibáért később megszenvednek. Rebnesben 3 percet sétálva elérnek a partmenti hintához. Laza volt a homok, közel a víz, nyáron jókat lehet ott úszni. Tiával ráfértünk ketten, és együtt hintáztunk. Nagyon jó volt. A gyerekek 1,5 órát hintáznak. Olyan 7:30 körül lehetett, amikor elkezdtem gondolkozni. Hogyan jussak haza? Kezdett későre járni, és azt mondtuk, hogy ideje indulni. De Tillynek nincs jegye hazafelé. Harwich látszik a távolban, így Tia azt javasolja, sétáljanak. Olyan közelinek tűnt. Ez a második hibájuk. A 4 gyerek mit sem sejtve megindul a part mentén, de a szilárd talajt rövidesen laza, képlékeny sár váltja fel. Cuppogó, süppedő sár volt, és a jó cipőm volt rajtam, nem akartam összekoszolni. Kihúztam a lábam, és csak az oknimat láttam. Mondom, hol a cipőm? Térdigáltam a sárban, úgyhogy ott hagytam a cipőmet. A sár végül túl soknak bizonyul. Nem tudtunk tovább menni. Nem ment. Nagyon fáztunk. Fáradtak voltunk. Láttam, hogy jön a dagály, és Tillyvel kezdtünk aggódni. Nagyon féltünk. Tia sírt.
kellőm kezdett kékülni. Azt mondták, jesszusom, kék vagy. Én meg mondtam, hogy mi az, hogy kék vagyok. Átkarolt engem is Tiát. Úgy kellett húznunk át a sáron. Úgy 7:30 lehetett, amikor tudtuk, hogy ez nem lesz jó. Ekkor a szürkületben meglátnak maguk előtt egy kisebb dombot. Tia azt javasolja, pihenjenek meg rajta. Biztonságosnak tűnt. Ráadtam a kabátomat kellőmre. Gondoltam, hívom a rendőrséget. Egyedül Tilinek nem merült le a telefonja 2% hiány, de sikerül felhívnia őket. Azt mondtam, a barátaimmal kint ragadtunk Rebnes és Harics között. Nem tudunk sehová menni, akkora a sár. Otthon Tili apja Peter épp vacsorát készít, és azon tűnődik, hol lehet a lánya. Megpróbálja felhívni. Azt mondta, bocsi, apa, most nem tudok beszélni, és lerakta. Fura volt, nem rával? A torkolatnál a négy barát igyekszik elmondani a híváskezelőnek, hol vannak. Nem tudtam, hogy magyarázzam el, hol vagyunk, mert korom sötét volt, és csak hajók fényei látszottak. Nagy volt a szél, alig hallottuk őket. Azt mondták, kiküldenek néhány embert. Aztán lemerült a telefon, és majdnem elsírtuk magunkat. Attól féltem, nem találnak meg minket. Peter ismét megpróbálja felhívni Tilit, de lemerült. Az ember a legrosszabbra gondol, sajnos ilyen ez. Beszéltem Tia és Callum anyjával, ő se tudta elérni őket. Eközben a tudtukon kívül a segélyszolgálatok köztük egy különleges sármentő csapat is megindult a gyerekek irányába. A parti őrség egy helikopterrel Leedből szintén csatlakozik a mentéshez. Chris Trapsó százados, a négyfős legénység egyike. Eleinte nem tudtuk, hogy gyerekek, csak azt, hogy négy ember ragadt a sárban. A 25 perces út során Laura Hearnshaw másodpilóta vezeti a helikoptert. Tudtuk, hogy közeleg a dagáig, sietnünk kellett. A torkolatban fázva és félve Callum hirtelen elájul. Egyszer csak eldőlt. Nem tudtuk, mi történt. Callum, ha csak viccelődsz, akkor ne, mert aggódom. De nem csak tetteti. Felébredtem, aztán megint elájultam. Kapkodtam a levegőért. Azt hittük, végünk. Életem legijesztőbb élménye volt. Ekkor felcsillan a remény. Tili úgy véli, fényeket lát a part menti erdőben. Nem tudtuk, mi lehet, amíg meg nem hallottuk, ahogy a rendőrök kiabálnak. Kiáltoztunk, segítség, de közelebb kellett, hogy menjünk. A gyerekek nem tudják, hogy a rendőrök hallják-e őket. Tili és Tia hatalmasat kockáztatnak. Oda kellett úsznunk a rendőrökhöz, hogy segítsenek. Két barátjukat maradásra utasítva, Tili és Tia elindulnak a sáron és vízfolyásokon keresztül, hogy elérjék az utánuk kutató rendőröket. Fájdalmas volt. Gallyak, szövisek, kövek, üvegek. Lassan 8 óra. Peter kétségbeesésében lánya keresésére indul, mikor felhívják a rendőrségtől. Történt egy kis incidens, a torkolatnál vannak Rebnesnél. A lánya Tili is ott van, elvisszük a helyszínre. 3-4 perc alatt összekészültem, rettenetes. Az ember azon agyal, hogy mi történhetett. Miközben várakozik, Tili és Tia lassan a partra érnek. Hirtelen meglátnak egy rendőrnőt a fák között. Megragadott, és felsegített minket egy farönkre. A rendőr megkérdezi, hol hagyták a másik két gyereket. Megmutattuk, merről jöttünk nagyjából. Később a dagály közelettével versenyt kell futni az idővel, hogy megmenthessék a sártenger közepén ragadt két gyereket. Sam ápoló otthonban dolgozik. Partnerével Tommal, aki építőmunkás, a cornwalli Kirkhamptonben élnek. Tinédzser korukban egy időre összejöttek, majd néhány éve ismét, miután újra felvették egymással a kapcsolatot online. Mindkettőjüknek van egy fia a korábbi kapcsolatukból, de rájöttek, hogy szeretnének közös gyereket is. Kissé meglepődtek azonban, mikor Sam azonnal teherbe esett. Ledöbbentünk. Szerettük volna, de nagyon hirtelen jött. Aggódtam kicsit.
Pánikba estem, mert hamar jött. Ahogy aztán telt múlt az idő, mindketten beleéltük magunkat. A 20. héten végzett ultrahangból pedig nagy örömükre kiderült, hogy lányuk lesz. Sam attól félt, nem lesz lánya. Még egy fiú lesz. Izgatott voltam nagyon. Egy mini én rohangászik majd itt. Csodálatos. Kislányuk Ayla előre tervezett császármetszéssel született, és a pár rögtön beleszeretett. Nagyon meghitt pillanat volt. Mind összebújtunk. Eléggé nyugodt volt, nem sírt sokat. Gondoltam, sima lesz minden. Nem is lehettünk volna boldogabbak. A szülés után néhány nappal azonban örömüket rémület váltja fel, ahogy attól tartanak, elveszítik kislányukat. Kellemes november végi vasárnap van. Sam és Tom otthon ülnek a kétnapos Aylával. Ayla nagyon jól volt, fejlődött, 3 óránként evett. A déli etetés után Tom beviszi őt a nappaliba magával. Csak ültünk, kezdett elaludni. Kisétáltam a konyhába, hogy elmossak néhány üveget. Rövidesen Tom is kezd elbóbiskolni. Ahogy azonban épp lehunyná a szemét, hirtelen felriad Ayla fulladozására. Egy kis köhögést hallottam, és nagyon sápadt, szinte szürkés volt, úgyhogy kikiabáltam Samnek. Hallatszott, hogy aggódik. Sam visszarohan a nappaliba, és letérdel a lányához. Elernyett, szürke volt, és nyitva voltak a szemei. Nem volt jól, alig lélegzett. Buborékok voltak a szájában, és ernyett volt, mintha halott lett volna. Sam pánikba esve megragadja Aylát, és megpaskolja a hátát, hogy megtisztítsa a légútjait. Arra vártam, hogy levegőért kapjon, de nem történt semmi. Ernyett volt, nem reagált. Szóltam Tomnak, hogy hívjon mentőt, mert nem lélegzik. Felhívják a 999-et. Most ezt a hívást hallhatjuk. Mentők, lélegzik a paciens? Nem lélegzik. Mi történt pontosan? A torkán akadt a hányás, a 2 napos. Ott van önnel? Igen, itt van a karomban. Rendben, ébren van? Nem, elernyett, nem reagál. Lélegzik? Nem, mint egy rongybaba. Ott feküdt a karomon, és lelógtak a kezei, lábai. Teljesen el volt ernyedve. Nem mozdult. Rendben, mondom, mi a teendő. Küldjük a segítséget. A legközelebbi készenléti orvos Dr. Angus McDonald helyi körzeti orvos és önkéntes a Devoni alapnál, mely a segélyszolgálatokat segítő jótékony szervezet. Értesítés jött a csipogómon a mentőszolgálattól, hogy egy csecsemőnek rohama lett, nem lélegzik. Ami rémes egy üzenet, mert tudjuk, hogy ha a baba nem kap azonnali sürgős ellátást, nagy eséllyel nem éli túl. Perceink vannak. Otthon a híváskezelő megmondja Samnek, mit csináljon. Fektesse le a babát a hátára, a padlóra, és ne legyen semmi a feje alatt. A pár a hálóba viszi Aylát, hogy jobban elférjenek. Fektesse le a babát a hátára. Jól csinálja, ne aggódjon. Leraktam a földre, és azt hittem meghalt. Nem mozdul. Az ajkai elfehéredtek. Borzasztó volt. Ekkor elfogott a pánik. Sam átadja az utasításokat Tomnak. Hajoljanak le mellé, és nézzék meg, nincs a szájában étel vagy hányás. Nézd meg a száját étel vagy hányás miatt. Van valami a szájában? Nincs. Megnéztem a légútjait, de nem volt semmi. Tegye a kezét a baba homlokára, a másikat a nyakára és a vállára. Aztán kicsit hajtsa hátra a fejét. Igen. Tegye a fülét a baba szájához. Igen. Érez vagy hall légzést? Nem. Nem láttam semmi mozgást. Pánikba estem. Teljesen lefagytam. Az érzelmekkel túlterhelt Tom nem képes folytatni. Sam átveszi a helyzetet, a híváskezelő pedig elmondja, hogyan kell szájon át lélegeztetni. Fedje le a baba száját és orrát teljesen, majd fújjon bele a tüdejébe 5-ször, egyenként 1/2 másodpercig, hogy a mellkasa mozogjon tőle.
Oké. Érezte, hogy a levegő kibe mozog? Igen. Oké, figyeljen, mondom, hogyan kell újraéleszteni. Jól csinálja, maradjon velem. Sam hallhatóan zaklatott, de muszáj újraélesztést végeznie, hogy vért és oxigént juttasson Isla fontos szerveihez. Helyezze a két ujját a szedcsontra, a mellkasa közepén, a mellbimbói között. Igen. Nyomja be 2 centire, de csak az ujjával. Oké. Nyomja meg a baba mellkasát 5-ször egymás után, másodpercenként legalább 2-szer. De engedje, hogy feljöjjön a mellkasa 2 nyomás között. Szóljon, ha sikerült. 1, 2, 3, 4, 5. Rettenetes volt, de muszáj volt csinálnom, különben elveszítjük. Ekkor Isla hirtelen magához tér. Igen, történt valami, mozog. Mi történik? Levegőért kapott. Jól van. Hihetetlen megkönnyebbülés volt, hogy levegőt vett. De örömük rövid életű. Jaj, ne, megint leállt. Nem hallottam semmit, nem mozgott a mellkasa, és tudtam, hogy megint elment. A híváskezelő nyugodt marad, és ismét végigvezeti szemet a procedúrán. Tegye a száját a baba orrára és szájára. Igen. Fújjon a tüdejébe 1-szer, aztán nyomja meg a mellkasát még 5-ször. Figyeljen, hogy az ujjai a szedcsontján legyenek végig. Isla ismét fellélegzik. Megint lélegzik. Lélegzik biztosan? Rendben, figyeljen rá és mondja, hogy mi történik. Megint megkönnyebbültem, de tudtam, hogy újra leállhat. Szerettem volna valami szaksegítséget. Pillanatokkal később megérkezik Dr. Angus. Csak úgy berohant a házba. Isla állapota rögtön aggodalomra ad neki okot. Nem mozgott, nem lélegzett, és hihetetlenül sápadt fehér volt. Angus egy légúttisztító eszközzel és egy légzőmaszkkal segít a csecsemőnek lélegezni, ami rögvest megteszi hatását. Beindult a szíve, a légzése, és tartotta a saját légútjait. Csodálatos volt látni, ahogy visszatér a színe, és végre mozog. Aztán sírni kezdett. Ami jó jel. Mivel állapota stabil volt, elvitték az Észak-Devoni királyi kórházba, a Barnstable-be, további vizsgálatokra. Mint kiderült, refluxa van, ezért felírtak neki gyógyszert, amit a tejébe kell keverni, hogy segítsen a problémán. Kicsi a légútja, néhány milliméter, könnyen eldugulhat. De nagyon ritka, hogy újraélesztésre, szájon át lélegeztetésre és légzőmaszkra van szüksége a páciensnek, hogy helyre jöjjön. Nagyon ritka, nem sokat látni. Isla a következő 2 éjszakát a kórházban tölti, folyamatos megfigyelés alatt. De az orvosok örömére nem akad további problémája, így hazaengedik. A diszpécser nagyszerű volt. Nagyon tisztán és nyugodtan beszélt. Angus pedig szintén megnyugtatott. Néhány nappal később meglátogatott minket, hogy minden rendben van-e. Szerencsénk van, hogy a faluban lakik, és gyorsan odaért. Hihetetlenül hálásak vagyunk neki és a kollégáknak. Tű, ez aztán megindító volt. Szerencsére, ami Islával történt, nagyon ritka, ő pedig jól van. Térjünk hát vissza a gyerekekhez, akik komoly veszélybe sétáltak, szüleiknek pedig nem szóltak, hová mennek. De hát ez sokunkkal előfordult már, nem de? Meghallottam a helikoptert, és elszorult a gyomrom. Éreztem, hogy nagyon komoly a helyzet. A parti őrség százados, a Chris Trapshaw átveszi a helikopter irányítását a mentés idejére. Amikor odaértünk, a helyzet kezdett rosszabbra fordulni. Éjjel látókészülék volt rajtunk, és infravörös kamerákkal kerestük őket. A csörlőkezelő Nigel Mortimer átfésüli vele a sártengert. Rövidesen meg is pillant valamit. Ráfókuszáltam, a 2 gyerek volt az. Maguknál voltak. Mozogtak, beszéltek egymáshoz. Nagyon örültünk, hogy nincsenek konkrétan beragadva a sárba, de el voltak vágva. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a leggyorsabban kihozni őket, hisz a dagály rohamosan közeledik.
Ahogy a helikopter csapata kiterveli következő lépését, a parton Tillit és Tiát egy mentőautóhoz viszik. Egymásra néztünk, és elsírtunk magunkat. Megkönnyebbültünk, hogy túléltük. Szüleiket értesítik, hogy jól vannak. Fellélegeztünk, hogy nem esett bajuk, de ott volt még a másik két gyerek. Kinn a sárban még nem volt vége. Callum és a másik lány túl messze van, hogy a különleges sármentő csapat elérje őket. Chris és csapatának feladata, hogy megmentsék őket a közelgő dagálytól. A gyerekek egy tisztáson voltak, úgyhogy közelebb lebegtünk hozzájuk. Az infrakamerán látszódik a két gyerek pozíciója, ahogy Nigel leengedi kollégáját Neilt a csörlővel, a gyerekek felé kalauzolva őt. Beszéljen velük, ellenőrizze, nincs-e bajuk, és mondja el, hogy egyesével felhúzzuk őket. De Callum halálra van rémülve. Nagyon féltem, tériszonyom van. Azt mondtam, nem, ezt nem csinálom. Eltartott néhány percig, mire Neil elmagyarázta, hogy a helikopter a legjobb esélye a menekülésre. Callumnek végül sikerül bátorságot merítenie. Mondom, oké, essünk túl rajta. Nagyon ijesztő volt, amikor becsatoltak. Azt hittem, le fogunk zuhanni. A felvételen látszik a mentés. Én irányítom a csörlőt, ahogy felhúzzuk őket. Aztán megfogom a sérültet, és távol tartom a nyitott ajtótól, ahol ülök. Hátra szoktam nézni, integetek, hogy előről is kapjanak egy kis bíztatást. A másik lányt is beemelik a helikopterbe. Annyira hálás voltam nekik, nem bírtam eléggé megköszönni. Nagyon örültem. A mentőben Tillihez és Tiához is elér a jó hír. Megkönnyebbültünk, hogy nem esett semmi bajuk. A mentővel elviszik őket szüleikhez. Nagyon meghatódtam a mentő láttán, megkérdeztem, láthatom-e a lányom, és oda vezettek hozzá. Ahogy megláttam apát, elsírtam magam, és átöleltem. Nem szittam le, inkább csak örültem. Örültem, hogy jól van. Tia is átölelte az apját. Nagyon örültem, hogy láthatom. Attól féltem, nem fogom újra látni. A helikopter leszáll egy mezőn, a mentőautóktól nem messze. A két gyereket is átadják a mentősöknek, mielőtt kórházba szállítják mind a négyüket, hogy megvizsgálják őket. Hajnali négykor kimerülten, de végre hazamehetnek. A szülők rendkívül hálásak mindenkinek, aki a gyerekek segítségére sietett aznap este. Nagyszerűek voltak, egyszerűen fantasztikusak. Mint tudják, hogy nagy szerencséjük volt. Ha nem lett volna nálam a telefonom, vagy lemerült volna, nem tudom, hol lennénk. Remélem, továbbra is kalandoznak és felfedeznek, de azért észben tartják a történteket, és jobban meggondolják, mit csinálnak. Minden az egyensúlyról szól, nem de? Találkozzunk legközelebb is.